szinte bronz kell, bronzot kellene még sütni valamennyit, de úgy nagyjából meg lenne hozzá minden. Azt mondja, hogy 5x4 szeretes multiblokkos Pyrolyze Oven. Uh-huh. És mire való? Tehát hogy mondjam, a biomassa előállítást gyorsítaná meg, és kevesebb energia befektetése sokkal hatékonyabb lenne. Tehát többet termelne, plusz tehát az körülbelül 4 vagy 5 gépet váltam aki első körbe, vagy még többet, nem tudom már pontosan. De látom, ez a fermentált biomasszát csinálja. Most pontosan nem tudom, de hogy mondjam, elég gyorsan csinálja, kevesebb árammal, tehát sokkal hatékonyabb, mint ami most van. Azért szeretné ezt fenyves. Látom, zabálja az acélt, meg a vasat. De oda hát abból meg van, tehát az igen, amis ne foglalkozz. Nem tudom. Van még benne vas? Már nincs. Csináltam egy stack taumiumot. Nagyon jó. És most egy kicsit most úgy érzem, hogy elegem van a taumium készítésből is. Jó, méhecskéhez a frémedet, azt... Csinálgatom, csak ugye... Hogy mondjam, a frém... Jó, nem tudtad, hogy mi kell ahhoz a frémhez. Igen, tehát hogyha látnám a receptet, akkor elő tudnék készülni, de nem látom. Tehát mindjárt, ami von, az elkezdtem összeszedegetni, csak bizonyos alkotóelemei meg készülnek. Amihez ugye és rengeteg... Azért ja, hogy crafting alapanyag most mondtad, jó, tehát nem jobb frém kell, hanem... Tehát ez a crafting alapanyag kell nekem, ahogy hívják be majd a nagy méhecskésbe. Tehát ezt nem elkopni fog, hanem ez belemegy egy receptbe. Dimensionális szingularitás. Nekem ez olyan nagyon gyanús, hogy ez a wireless MR rendszerben volt ilyen. Uh-huh. Na, most Taumkrabban a méhecskéknél van ez a kutatás. De lehet, hogy itt másra vonatkozik. Oké, miben van víz? Azt mondja, hogy... Igen. Összekötős játék minigémet nyomom. Dimenzionális szingularitás. Aha, és akkor abból kinyílt az aranytojás. A Viz Apiary Booster. Magic Apiary. Meg a sárkánytojás. Sárkánytojást fogunk tudni duplikálni, hogyha bevállaljuk a tabu szintű kutatást. A dimenzionális szingularitáshoz egyébként már Infusion Crafting kell, Unstable Propolisokkal, meg Eye Offenderekkel, meg aranyjal.
magas ezért, de hát majd gondolom crafting alapanyag lesz. Jó, ma megcsináljuk ezt a gépet, látom, nagyon akarod, fenyves. Mennyire akartam, nagyon? Szegény. Készen vagyok a csávótól. Hát, figyelj, hogy mondjam, hogyha nem csak a live videóire jönné föl, néha a szerverre kész lennéd te is az egésztől, hogy nem halad sehova, és masszív káromkodás van. Amikor a gépekbe beteszed a kellő cuccot, és 2 perc múlva lehal az egész rendszer, mert nincs elég árama, akkor... Medium voltage cucca, hogy elnézem. A különböző dolgokat low voltage-ból csinálj meg hozzá, ne ultra low voltage-ból. Tehát nem a control részét mondom, hanem az ilyen hatch, amolyan hatch, amolyan hatch-eket. Jó, hát egyelőre ott tartok, hogy medium voltage-ban motort nem akar craftolni, annak ellenére, hogy kijelzi, hogy minden megvan hozzá. Na? Nem működik a compressor chest-tel a dolog? Nem hiszem. Lehetséges. Én nem tartom kizártnak. Ez eléggé nem jó. Jó, hát akkor majd keresünk rá más megoldást. Nem rakja be a compressor chestből a cuccot a crafting stationbe. Értelek, hát ezt nem tudtam, azt ugye nem teszteltem. Nyilván, honnan tudtad volna, persze. Csak így, én nem tudom, előtte nem craftoltunk bármi mást, ami működött? Nem tudom. Nem teszi be a compressor chestből, a crafting tableből a cuccokat. Jó, hát akkor majd mindjárt visszacserélem neked egy diamond chestre. Csak... Jó. Persze, jó, hát neked is 2 kezed van, meg most derült ki. Az ötlet jó volt, de nem jött be. Mert így egy kicsit nehezebb, így mondjuk nem lehet craftolni. Pedig... Jó. Kupronikkel, wire, mailbe, kupronikkel 4-es programon kell kutatni. És a kupronikkel az copper és nickel? Igen, de abban van elméletileg ingot az Always Matter alatti ládába készte. Wiremailből elektron ki. És máshova is kell a kupronikkel, vagy csak 2 darab kell összesen? Úgy látom, csak 2 darab kell. És... Akkor nem is használok el többet, mert minek? Ugye? Később úgy is kell máshova, úgyhogy ahogy érzed. Jó, ezt a dobozt meg kéne oldanunk. Egy, ez így nagyon... 2 perc tele vagyok, craftolok. Egy jó, kis türelmet kérek. Csinálok egy gépet és ma pizzát fogok vacsorázni. Szerintem 2 hónapja nem ettem pizzát. Mondjuk gondolom nálad ez még szarosabb, mert oda aztán gondolom semmi nem szállít ki. Hogyne. Nem a világ mondjuk... végén lakok te. Ja, nem a világ végén, de hát az, hogy... Ezért Zsombi mesélte a múltkor, hogy... ezért ugye ő most költözött föl Pestre. Ide költözött egyébként tőlem a 3 kilométerre. És ezért megnyitotta a rendelési felületét,
És eddig volt 7 kiszállító cég, most meg van 200. Nálam annyi nincs, de mondjuk én nem is nagyon szoktam pizzát tenni, meg ilyeneket, mert nem nagyon. Hogy mondjam, évente egyszer, vagy kétszer. Hát azt én sem mondom, hogy gyakran, mert nem gyakran. De úgymond másfajta ilyen rendelős kaját se nagyon, mert nekem olcsóban jön ki, hogyha megcsinálom magamnak. Meg én tudom, hogy mi van benne. Hát lehet úgy is csinálni, igen, hogy megcsinálod magadnak, csak akkor nem élőadásban kraftolsz, hanem kertészet csinálsz. Jó, hát persze, de ez most ízlés kérdés is meg volt. Tudom, van, aki nem ízlés, egyértelműen jobb, amit házilag. Egyébként van gyors receptje a pizzatésztának? Biztos van. De az akkor olyan is lesz. Tehát gondolom nem hiába kell idő annak, hogy dolgozzanak a különböző. Na jó, hát tehát hogy egy óra alatt azért egy kertészt el tud készülni egy pizzában, nem? Nem tudom, én még nem csináltam. Hát ha van házi asszony a nézőit között, valaki meg tudja akkor mondani. Pillanat, csinálom a kompresszor cseszedet vissza. Lehet, hogy lemegyek shopizni a adás után, és ezért sütök. Mert az tényleg jobb lesz. Tehát, hogy az... De honnan lesznek itt állandóan tojások? Hát elsírom magam. Állandóan tojások lesznek a semmiből. Igen, Towncroft. Kellett neked mágiáznod. Jó, majd foglalkozok én ezzel egy kicsit később. Igen, valószínűleg azért nem ismeri a chestet, mert a kompresszor chestet fel se tudom szedni. De jó. Ne. Tehát nem úgy, nem tudom elvinni a sima dolliba. Tehát valószínűleg azért tartozik más kategóriába. Hol van egy fejsze? A szétvered fejszével? Hát azt ajánlotta, hogy a hatékony szerszám hozza a fejsze. Ja, látom már mi a baj, mert nem bírok, hát itt Royal Jelly van bent. Az nem ide kell, szerintem. De az hol van, én már nem látom. Az inventorimban. Ja, de te nálad mit keres a Royal Jelly? Ben volt a kék dobozba. Ja, hát ben, mert idéglenesül ugye a kompresszorba belehaigáltam, mert mondom ott van hely, mert nekem sem volt helyem. 5 darabot kértél, a maradékot meg visszaadhatom, most van helyet? Van, dobd rám nyugodtan. De ma amúgy az összetevőket elkezdtem egy chestbe kipakolászni neked. Csak jó, ugye... én meg már oda beraktam a helyére a botot, meg beraktam... Miért nem rakja bele a botot? Nem stickkel hozzá, hanem az Impregnated stickkel hozzá, másfajta. Mi van? Vagy várja, az is kell a receptben, nem az Integrated, nem frame-et mondtál? Impregnált keret kell középre, alulra Royal Jelly kellett, azt most levettem annyit, amennyi kellett. Itt van, és csak a recept az itt vannak a cuccok a ládában, egy része. Jó, kell 5 darab ilyen silky propolis, 5 darab ilyen normál propolis, meg honey jó. Ja, az most nem fér be, úgyhogy kirakom előbb. Silky propolis, normál propolis, honey jó, 5 darab. Ott van egy Impregnated Frame is, ugye csinálja csak az idő, meg egyes meg, megint tojást tojtam, ezt nem hiszem el, mi vagyok én, tyúk? Jó. Azt mondja, hogy igen, ezek megvannak, kell bele acélcsavar. Az valahol tuti, hogy van, az külön valahol nem van, készítettem de... ki. De itt is van. És 5x4, az 20 darab. Számításaim szerint 20 darab ilyen acélcsavar kell, és középre majd kell az impregnált keret, azt meg majd megcsinálod, ugye? Igen, már 2 készen van. Jó.
Elvileg az öt darabra elő vagyok készülve, majd egyszer még fél úton pálcát töltök, de meg lesz. Jó, és akkor... Ja, hogy már találta a célcsavart, oké, akkor az mindegy. Igen, igen. Valószínűleg azért nem érzékeli, mert ez a chest az úgy működik, hogyha van is benne tartalom és felszeded, megtartja a tartalmát, nem dobálja ki magából. Úgyhogy ez sokkal jobb, tehát akkor ezt craftinghoz nem használjuk, de máshoz tök jó. Tehát bányászni tök jó, el lehet vinni. Hallott, fenyves? Jó, bronz rotort kell csinálnom. Három frame készen van. Extruder, be, rotor. Rotor forma, ugye? Jó. Ne már, ne! Tényleg megint tojtam egy tojást. Épi. Nem röhög, együtt érez! Figyelj, már live után milyen programod is van. Tojástalanítom magam. A valóságban is tudsz tojást tojni, akkor eljöhetné hozzánk, nekünk jó jön. Csipogja ki? Azt nem kell, van elég kakas, beültetlek a kakasok mellé. Jó, ebbe a dobozba itt elkezdem összegyűjteni. Azt mondja, hogy a Pyrolyze Oven. Oké. Okay. Heating Coil. Kell bele valami fűtőszál. Háromszor egyszer három. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csiknyi fűtőszál kell bele, és a coilokból, gondolom a coil, az a mindegyiknél a coil az coil, tehát kupronikkel elég, fenyves. De várja, a kupronikkel coil bokunk van. Ezért kérdezem. Az... Hát, hogy elég-e a kupronikkel? Kezdésnek most igen, majd live-on kívül megcsináljuk a kantálos verziót. Jó, akkor... Hol van a kupronikkel, kolja a blokk elrakva az? Az a jó kérdés, ugye? Gyorsan kiderül. Hogy érted ezt? Hát ha a keresőbe beírsz valamit, majd kétszer kattintasz rá, akkor kap egy sárga keretet, és ha ránézze a ládákra, akkor csak azt mutatja meg, hogy a ládában van olyan. Itt van, nézd csak! Aha. Csak azt, hogy egy kupacba teszem. Jó, abból egy kicsit sok lett a kupronikkelből, de nem baj. Hát ha ennyi volt. Később úgy is kell majd. Oké. Okay. Kell neki. Maintenance hatch, muffler hatch, folyadékot akarunk belevezetni, tehát kell neki input hatch, kell neki input bus, meg kell neki output bus, de folyadékot kivezetni nem akar, de output bus nem kell, mert nincs mellékterméke, output hatch kell, mert folyadékot akarunk belőle kivezetni, ugye? De bevezetni is akarunk bele a folyadékot, én úgy emléktem. Igen, tehát azt, hogy bevezetünk, berakunk szárazanyagot meg folyadékot, de kifelé csak folyadék megy. Hát, ezt most írtam, nem tudom, az fenyves, ha itt van a csete, majd akkor ő megmondja.
Anya. Nézem a receptet, hogy befelé megy a biocef, meg a víz, és akkor kifelé program függően jönnek ki a dolgok. Igen, egy száraz anyag és egy folyadék megy be, és azt nézem, hogy a mi esetünkben gondolom most nekünk ehhez kell, ehhez a fermentált biomassa kombóz, ugye fenyves? Mert akkor kifelé csak folyadék jön, item nem. Tehát ez azért lényeges, hogy akkor ezért. És ez médium volt is rosszú? Jól látom. Hogy volt ez, mennyit fogyaszt? Na nem, low voltage-on fogyaszt, nézd meg. Nem eszik sokat. Ez low voltage-ot eszik, te fiú. Tehát figyelj, hosszabb távon a különböző folyamatokat multiblokkos rendszerekre fogod csinálni. Azért kérdeztem, hogy milyen hatch-eket csináljak, tehát hogy... Low voltage-os hatch-eket csinálj hozzá. Ne ultra low voltage-os, hanem low voltage-os hatch-ek legyenek. Persze. Ultra low voltage-osat még nem is csináltam soha. Oké, okay, molten polietilén, RV machine hull. Jó. RV machine hull az valószínűleg menni fog. Elfogyott a raw iron. Raw ironunk van? Én ahogy legyen. Mennyi kellene még? Hát minden géphez két lap. Ja, de várjál, lehet, hogy lapítva van. Itt a bendernél. Vagy nem. Lapítva az extruder alatt van 32. Hát jó. Szóval ki. Ennyi elég lesz. Oké, okay, egy RV machine hull, input hatch. Olyan tankunk nem lesz szerintem. Strengthened glass vagy obsidian glass kéne. Van nekünk obsidian glassunk vagy megerősített üvegünk? Reinforced glassunk van. De nekünk az nem jó. Akkor? Milyen glass kell? Várjál valami. Ja, kint a takarítógép zörög. Tankot kell csinálnom, és vagy obsidian glass jó neki, vagy az a megerősített üveg, ez nem tudom miből van. Thermionic fabrikátorban az mondjuk nem hangzik. Van olyan, van készen üveg, ki tudsz venni, itt a termon, itt van mögötted a gép, vagy előtted, szembe. Igen. Nem a Thermionic fabrikátorral van a bajom. Nem, ott van benne az üveg. Tehát van benne készen. Ja. Jó, akkor nem szóltam, kösz. Közben kész lettek a keretek is, úgyhogy majd akarsz stonecraftozni, akkor tudsz. Pillanat, csak lecraftolom a tankokat. Oké. Okay. Hol vannak a keretek? Itt vannak ebben a ládában. Ez ilyen
sok helyet elfoglalós. Jó, egy. Kettő. Három. Jó, el kell mennem pátlát tölteni. El kell menni pátlát tölteni. Ezt mondja, hogy... Az megvan, a tűz, perdíció, jó, akkor ér föld, hoppá. Oké. A pátlatöltés egy csodálatos játék. Log! Jó, föld hiányzik sok. Ah, itt a földön. Hát ez nem volt sok. Rakom itt a cuccot, pálca a helyére. Proven frame. Proven frame-et kirakosgatom. Egyel több frémet csináltál, akkor... Lehet, hogy véletlenül nem tudom. Nem baj, akkor megcsinálok 6-ot, hát ennyi. A kérdés az volt, hogy... Mennyi kell? 5-öt mondtál, ha 6, hát 6. Nekem úgyis jó. Nem hiszem, hogy a 4 darab acélcsavaron fog múlni a dolog. Nem, azt hittem, hogy azon fogunk elbukni. Hú, bassz, megnyugodtam. Jó, 6 darab proven frame neked akkor berakva oda a dobozba. Remek, köszönöm. Na, folyt köv. Azt mondja, hogy... Miért nem akar az assemblerünk dolgozni, vagy miért nem akarja összerakni nekünk? Mi csodát? A crafting stationünk hülye. Ja nem, mert assemblerbe kell összerakni, értem. Jó, és a folyadék, ami kell hozzá, az polietilén, az a műanyag, ugye? Igen, van nálam, melyik assemblerbe kell, MV-sbe.
Elvésbe is működhet, amelyikbe akarod, kell hozzá, most jelenleg ehhez tettem 144. Tettem bele a polietilént itt van a MV-sbe. Jó. Én kraftoltam két tankot, de csak egy elvémesén hull, nem ezzel a szer, nem ezzel, ez... Ajajajajajajajajaj. Oké, okay, akkor... nem ebbe raktad, akkor... Abba tettem, ami ott van szemben. Jó. Hol van ez? Tank. Egyet kiveszek. Programból, egyes programon lesz a input hatch, és kettesen szerintem az output. Úgy. De megnézem. De jól sejtettem, hogy lesz ez. Oké. Kettes programra tesszük. Tank és machine hull. Az egy output hatch lesz. Tehát akkor a folyadék beki megvan. Azt mondja, hogy input nem hatch, hanem hogy volt a piro input bus kell neki még input bus. Ha, mi ez? Copper chest, meg mesélhol a copper chest, az meg... Iha, dupla copper plate kell, akkor van copper chestünk elfekvőbe? Szerintem nincs. De csinálni tudsz, mert van ugye copper bőven, chest is van. Na azt nézem, hogy hogyan lesz copper... De te várjál már! De mit néztem az előbb? Input bus. Miért akkor mert néztem, amikor a low voltage-ra sima fa doboz kell? Egyes program, input bus, low voltage, mesél hullal. Jó. Lehet, hogy medium voltage-ot néztem véletlenül. Ez megeshet. Neeeee! Elfogyott a gumirozott tinkábelem. Tudom, hogy ezt ma egyszer is végre be tudjuk fejezni, de nem. Teamwire-unk van. Ez itt a gumirozógép. Várja, össze gumit kell olvasztanod, utána tudod csak beletenni, mert ha egyszerre beteszed a kettőt, lehal a rendszer. De hova tűnt a tím? Ja, itt van alulja. Dobozunk van, igen, itt van az inventory-ben 20 darab. Szóval... machine hull... és egyes programmal kell az assemblerben input bus csinálni belőle. Egy doboz...
Egy. Output hatch, input hatch.